Második alkalommal írta ki az MLS megyei igazgatósága az utánpótlás futsalbajnokságokat. Az elmúlt évhez képest nőtt az induló csapatok száma, sőt a cigándiak a megyehatáron túlról neveztek a sorozatba. Újdonság még, hogy most már 2x20 perc tiszta játékidővel rendezik a mérkőzéseket. Tavaly ugye az első alkalommal rendeztük meg ennek a két korosztálynak a téli holt szezonban ezt a bajnokságot, pont azért, hogy az U16-os és az U19-es nagypályás játékosoknak télen is legyen tétmérkőzésük. Ez egyrészt játékban vannak, másrészt azért tudjuk, hogy a futszál technikát is fejleszt, illetve a kombinatív játékot. Tavaly 10 és 12 csapat, tehát összesen a két korosztályban 22 egyesület nevezett, idén viszont ennél több, hiszen mind a két korosztályban 15 egyesület adta be a nevezését, ez pedig azt jelenti, hogy mind a két korosztályban a csapatok 14-14 mérkőzésük lesz. Ugye most november végén kezdünk, és egészen március közepéig fog tartani a pontvadászat, fognak tartani a pontvadászatok, úgyhogy bízunk benne, hogy teljesen kitöltik ezt a téli holt időt. A nagypályás fociban holt szezonnak számító időszakban az igazgatóság szakmai továbbképzésre várja megyei első osztályú együttesek képviselőit. 2019-2020-as bajnokságra a megyei első osztályú amatőr licenszhez kötelező az, hogy a megyei első osztályú csapatok rendelkezzenek legalább egy olyan sportemberrel, aki elvégzi az MLS által kiírt amatőr sportszervezői tanfolyamot. Tehát ez azt jelenti, hogy amelyik egyesületnél nincs ilyen ember alkalmazásban, aki ezt a tanfolyamot elvégezte, ő nem adhat be megye egyes licenszet, tehát ő nem lehet megye egyes csapat a következő évben. És éppen ezért ugye az igazgatóság is indít ilyen tanfolyamot, ez pedig december 1-én rajtól, három alkalom, ugye 24 órás tanfolyam, december 1-én, december 6-án és december 7-én lesznek a tanfolyami napok Baktalórendházán, a vizsga pedig majd ezt követően következik, egy két órás vizsga, és ide mindenféleképpen várjuk a megyei első osztályba készülő csapatok technikai vezetőit. Ez az anyag ugye az MLS által van összerakva, és elsősorban olyan anyagot tartalmaz, ami ugye nekik fontos a mindennapi munkájukhoz, mind az átigazolási szabályzatokkal, a fegyelmivel, a versenybizottsági szabályzatokkal, játékvezetői szabályzatokkal, az MLS felépítésével, a megyei igazgatóság felépítésével, illetve az IFA rendszernek a kezelésével kapcsolatos tananyagot tartalmaz. Mindenféleképpen hasznos, és hát ahogy említettem, egy egyes csapatoknak pedig kötelező is, hogy a sportszakembert nevezzenek be erre a tanfolyamra. Kvak Árpád még elmondta, hogy januárban játékvezetői tanfolyamot indít az igazgatóság, arra is várják a jelentkezőket.